az én nevem még mindig Bálint Zoltán. Megkezdenénk egyesületünk 1997-es programját, amely sok kirándulást, túrát tartalmaz. Mi mindig az állami gondozott gyerekeket az Aga utca és a Menyecske utcai intézetből visszük kirándulni, ha sikerül táborozni. Kicsit elkésve kezdjük ezt az évet, kicsit megfogyatkozva, átalakulva, de töretlen hittel indulunk a túrákra. Első kirándulásunkat a budai hegyekbe tervezzük. Hármashatárhegyről indul a kirándulás, a repülőtéren keresztül a Hüvesvölgyig. Ott a régi úttörő vasút, jelenleg gyermekvasúttal a Jánoshegyi kilátóhoz fogunk fölmenni, ahol megnézzük budapesti panorámát, majd lesétálunk Zugligetbe, itt ér véget a kirándulás. Következő kirándulást május végére tervezzük, a Rám szakadékhoz szeretnénk eljutni, reméljük sikerül. Utána jön a Börzsöny Nagyirtás pusztával, valószínűleg egy akadályverseny keretein belül, és természetesen évvégén ismét hagyományhoz híven megcsináljuk a gyerekeknek, megrendezzük a karácsonyfa ünnepséget. Hát jó szórakozást kívánunk filmünkhöz, lássuk a filmet! május 11-én, 9 óra 45 perckor, itt kezdődött minden. Fenyő gyöngyére. Sajnos semmi nem megy fel a hármas határhegyre, úgyhogy gyalog fogunk túrázni tovább. Zoli! Gyertek a fokkorba megcsinni! Nagy fejed, Jancsikám, nagy fejed. Határhegy között járunk. Ez nem igazán volt belekalkulálva, de sajnos a busz nem vitt tovább, csak Fenyő Gyöngyéig. Berényi Gyuszika érkezik. Hurrá! Hello, hello! Beértünk, beértünk. Leszek majd a tévébe is? Hogyne, természetesen. Fönn vagyunk a hármas határhegyen. Most érkeznek szép lassan a többiek. Eni baba már feladta. Mondjuk egy kicsit beteg szegény. Tisztán látszik. Kérdezném Kemény Jancsit. Nem-e voltak nagyon elkeseredve, hogy ilyen sokáig nem voltunk sehol? Hiszen már május van. Nagyon váltunk. Többen nem jöttek el. Amiatt. És miért nem jöttek el többen? Amiatt, hogy eltoltátok. Eltoltuk, de hát rossz volt az időjárás, kevés volt az autó. Én is mondtam neki. Nem, mert vagy... látod, milyen szépen eljött. Sokat. Mit szólsz ahhoz, hogy nem mentünk a Rám szakadékra, inkább ide jöttünk? Hát nem, az jobb lett volna. Jobb lett volna. Köszi szépen. Penge túra táj a gyerekekkel megérkezett a hármas határhegyre. Az interjúk is folytatódni fognak. A kilátás innen Pestről, illetve Pestre csodálatos. A Széchenyi hegy, tévétoronnyal és a Jánoshegyi kilátó. Csodálatos. Sziasztok! Dudás Attilát látjuk itt. Miután kis Dudás elment onnan előle, akkor meg is tudjuk csinálni az interjút. Mi a véleményed arról, hogy ilyen sokáig nem voltunk sehol, hogy 3 hónapig leállt a tűretáj? Én őszinte legyek. Őszinte legyek. Vártunk titeket és nem jöttek. Titeket, vagy anyjával. És miért nem telefonáltatok, hogy mi van velünk? Nem volt telefonkártya. Nem volt telefonkártya. Ez legalább őszinte volt. Mit szóltok ahhoz, hogy nem a Rámhoz mentünk ma, hanem ide jöttünk fel a budai hegyekbe? Szívesebben mentünk volna a Rám szakadékra. Az autó miatt? Nem. Nem? Autóval kényelmes. Mit szóltok ahhoz, hogyha a 3-4 hét múlva elmegyünk oda is? Hát az jó lesz. Jó lesz? Hallod? Igen, lefele menjetek. Ricsi! Ricsi! Szia, Ricsi! Csodálatos az a hármas határhegyi környezet. Berényi Gyuszikát látjuk, amit épp lefele sétál a gyerekekkel. Thank you.
Lefele tartunk a 3-as határhegyi vitorlázó repülőtér fele. Csodálatos a panoráma. Leérkezünk a repülőtérre, vitorlázó repülőtér, 3-as határhegy alján. Erzsi Ági, mit szól ahhoz, hogy a túratáj 2-3 hónapig állt, nem voltunk kirándulni sehol? Hát, szerintem most jó, hogy most eljöttünk kirándulni, ez egy kicsi szomorkás, hogy nem jöttünk el. És mit szólsz az, hogy nem a rám szakadékhoz mentünk, hanem ide? Kicsit szomorú voltam, de jó, hogy eljöttünk ide. Tetszik a hely? Nem. Igen. Köszi szépen, vagyunk a repülőtérnél, a 3-as határhegynél. Megnézzük. Megkérdezzük a kis Dudást, mi a véleménye erről a kirándulásról? Hogy tetszik neked? Nekem jó. Tetszik? És mit szólsz ahhoz, hogy a túratáj 3 hónapig nem volt sehol? Hát mit nem szólok semmit, végül is rossz volt. Rossz volt? És mit szólsz ahhoz, hogy a rám szakadék túra megint elmaradt? Hát az is rossz volt. Rossz volt. Bárul. Neked mi a véleményed, hogy tetszik ez a hely? Nekem tetszik. Tetszik? És mit szólsz, hogy a rám szakadék túrát elnapoltuk megint? Hát, szomorkás volt az. Én ígérem nektek, gyerekek, hogy egy 3-4 hét múlva meg lesz tartva, jó? Ezó repülőgépek vannak a képben jelenleg. És ott ennyi. Sajnos senki nem repül most. A szakadék az messze. Kocsival mentünk volna, igaz? Kocsival mentünk volna. Csak elmúlnak. Különben ma mennénk oda. Igen, ma csak mentünk volna. Ma mentünk volna, csak a Varga Zoli elment az őrség csapatunk, letáborozott egy kicsit pihenni. Te egy, először jöttél velünk, mondd a neved, légy szíves? Laci, Vonák Laci. Vonák Laci, hogy hogy tetszik a kis csapat? Jó. Jó, és a hely, ahova jöttünk? Az is, de a rámhoz szívesen elmentem volna. Jártál már a lámnál? Még nem, de... Nem. 3 hét múlva vagy 4 hét múlva körülbelül megcsináljuk a rámtúrát, úgyhogy nem maradtál ki semmiből. Akarsz jönni legközelebb is? Jó, köszi szépen. Voltál már velünk? Szia! Igen. Hol voltál kirándulni velünk? Nem jut eszembe. Börzsönybe? Akadályversenyen? Igen. És hogy tetszett? Jól. Mit szólsz ahhoz, hogy a rám szakadék túra elmaradt és ide jöttünk a Budai hegyekbe most? Ez is jó. 3-4 hét múlva megcsináljuk a rámtúrát, úgyhogy nem maradtál ki semmiből. Eljössz rá? Igen. De ugyanezt mondtad a Laci is. Mondd még a nevedet, légy szíves. Német Ádám. Tenni kérek, le kére festeni a haját. Ez ilyen szürk és barnás vörös. Hallom, nagyon-nagyon beteg vagy, látszik is rajta tisztán. Hogy tetszik ez a hely? Nagyon jó. Csak ne kellett volna ennyit fölfele jönni, igaz? Ne kellett volna itt a sok hülye kövön lejönni. Közpivösölnél járunk a gyermekvasútnál, régi úttörő vasút végállomásánál. Nem készen.
Valamikor 1951-ben, 52-ben. Vagon, a mozdony, amely az úttörő vasutat. Most tömjél le! Gyertek le, jó? Menjél már! Próbáljuk! Ez mi volt? Gyerekek, akartak vonatkozni? Azt adjázik. A volt a kivezető. Tudás! Tudás! És akkor befélek. Istenka, befér! Na, gyertek oda, menjünk van a többieket, jó? 1990-ben volt egy rendszerváltás. Ugye, azt is tudjátok, hogy mi volt előtte? Kommunizmus. De mi volt a lényege? Hát annak, hogy mindenki, minden szépen. Egyetlen egy párt volt, ez a lényeg. És ennek, figyelj ide! Figyeljetek ide! Tehát egyetlen egy párt volt, ennek a... Kéne figyelni közbe! Figyeljetek ide! Tehát egyetlen egy párt volt, ennek a pártnak volt egy gyermekszervezete. Tehát ennek a pártnak, amit a Magyar Szocialista Munkáspártnak hívtak, ennek volt egy gyermekszervezete, úgy hívták őket, hogy úttörő szövetség. És az ilyen korú gyerekek, mint ti voltak az úttörők. Ez a vasút 1957-ben nekik készült. Ez a gőzmozdony, amit látható, ez volt az első, hogy az állomásvezetőkön és a mozdony vezetőn kívül gyerekek teljesítettek szolgálatot ezen a vasúton, jelen pillanatban is ők teljesítenek szolgálatot, tehát úttörők voltak. Pontosan úttörők voltak azok, akik az állomásokon dolgoztak, kalandok voltak a vonatokon, most is gyerekek. Na most... A vonat mellett van egy olyan állomás, a úttörőváros, most már nem úgy hívják, hanem azt hiszem gyermekváros. A Csillagérci úttörőtábornak volt egy állomása, ami még most is megvan, csak már nem úgy hívják. Úgy működött ez az egész rendszer, hogy az iskolákból jöttek kiválasztott úttörők, tehát akik jó tanulók voltak, és kiváló úttörők, és vállalták persze, azok jöttek hetes turnusokba különböző iskolában. Vagyunk a Hüvösvölgyi végállomáson, ahol volt itt szörő vasúton. Szia Zoli! Sziasztok! Csátán! Sziasztok! Sziasztok! Zoli! Három perc van a kiindulásra, és Jánoshegyig megyünk vele, és pedig megnézzük a kilátót.
egyesületünk két penge tagja, Zoli és a Erdős Jancsi. Természetesen a gyerekek kell. De inkább olyan 70 van. És elindultunk a mosolyt fele. János, a következik!
Zoli, Eri! Veszítre! Egy kérdésem lenne, kedves Jani úrhoz. Mondja. Hogy tetszett a úttörővasút? Nagyon jó az úttörővasút. Nem tudom azt megkérdezni, hogy tetszett az úttörővasútazás? Tetszett nagyon. Ültél már ezen az úttörővasúton? Igen, egyszer. Mikor? Hát egy olyan 2 évvel ezelőtt. 2 évvel ezelőtt. Kikkel jöttél akkor? Hát a nevelőimmel. Ja, ők hoztak el. Igen. Jó, köszönöm. Robikám, azt szeretném tőle megkérdezni, hogy tetszett a gyerekvasút? Hákám, nagyon tetszett. Ültél már rajta előtte? Igen. Mikor? Hát néhány hónappal ezelőtt. És nektek hogy tetszett? Mondjuk a kislánynak. Mondd a neved. Niki. Niki, hogy tetszett? Nekem szóval. Ültél már előtte rajta? Nem. Jó, jó. Hogy tetszett az úttörővasutazás? Jó volt, jó, jó volt. Az, nagyon határozottan. Jaj, köszönöm szépen az úttörővasutazás. Jó volt. Jó volt? Mennyire volt jó?
Fárasztóan jó volt. Fárasztóan jó volt? Tényleg téged, hogy hogy tetszik a kirándulás? Tedd le. Őszintén. Mi volt? Mert csak járkálunk. És mit kéne csinálnunk? Játszanunk. Mit játszanunk? Focizni. Nem hoztunk számokat, de ígérem, hogy számháborúzunk a legközelebb. Jó a rám szakadéknál. Jó lesz? Jó. De azért eljössz velünk legközelebb. Ez Bálint Zoltánt, hogy tetszik neki a kirándulás? Nagyon jó. Nagyon-nagyon régen voltam a Budai hegyekbe kirándulni, sétálni. Inkább a Börzsönyt meg a Pirist szeretem jobban, de hát ez most így jött össze. Egyébként rendkívül jól érzem magam. Nagyon szépen köszönjük, és még egy kérdés. Az utórhővas úton mikor ült utoljára? Mind az öreg a viccbe. Fantasztikus. Körülbelül 14-15 évvel ezelőtt egyébként nosztalgikus emlékek fölébredtek bennem, úgyhogy én nagyon-nagyon sok szeretettel gondoltam vissza erre a kisvasútra. Utolsó kérdésünk, családi életét hogy tudja összeegyeztetni a túra tájprogramjaival? Jó kérdés. Hát ez egy nagyon jó kérdés. A kislányom vár otthon, illetve nem is otthon van, hanem elvitték őt is egy kisebb kirándulásra a Városligetbe. Egyébként a barátnőm is itt van, úgyhogy ő is nagyon jól érzi magát. Hát nagyon szépen köszönjük. Nagyon szívesen. Csak ugyan. A Normafánál. Lassan leérünk Zugligetbe. Annyi meg a gyuszika kavarnak épp lefele. Szia, mondd a neved. Pintér Tibi. Pintér Tibi. Hogy tetszett az úttörővasút? Illetve most már gyermekvasút. Nagyon. Ültél már rajta? Nem. Nem? Soha? Máskor is eljössz velünk? Tudod, hova megyünk legközelebb? Nem. A rám szakadékhoz, a Pilis hegységbe. Az jó. Na, szia! Köszi! Dudás Gábor. Hogy tetszik a kirándulás? Nagyon jó. Úttörővasúton ültél már ezelőtt? Nem. Nem? Tudod, hova megyünk legközelebb? Igen, a rám szakadékhoz. És jössz velünk? Igen. Köszi szépen! Szívesen. Most bele. És a gyerekek mind az őrült rohannak lefele. Gyicsitike is, ő is a kivétel. Hú, ez a rohadt meredek! Vigyázz, hatalmas perecet épp nem tudtam fölvenni, pedig hát a kis Dudák. Van a következő gyerek. Gyere, te is egy hitte! Zolika, maradj! Dudák, hogy megjön. Keti libegő végállomásnál vagyunk. Nem, ez meg nem az végállomás. Rögtön meg is cáfoltak. Biztos többet jártak erre. Akkor a 60-as években az 58-as villamosnak volt a végállomása. Most ahogy nézem, ez a műemlékképület, ez a muzeális érték étteremként szolgál. A zugligeti egykori villamos végállomást láttuk. Laci, gyere menjünk be a villamosba! Zoli! Ricsaj! Zoli, Jancsi, bele! Miről előbb beszéltem, az 58-as villamos. Két megmaradt utolsó kocsija. Nem tudom visszanézni, mert nincs itt. Villogott a bat. Bateri. Az elem.